Jó estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! 16. alkalommal lett az ország legjobbja a Flex HD. Az Egyesület 29 aranyérmet szerzett a Magyar Kupa döntőjében, és összesen 58 bajnoki címmel büszkélkedhet ebben az évben. Vendégem Kovácsnyi Laurinec Julianna, a Flex HD vezetőedzője. Szervusz, Julika, köszöntelek itt a műsorban. Hát gratulálunk itt a taroláshoz, ahogy itt szerepeltetek az év utolsó Magyar Kupájában. A Magyar Kupájában ugye negyedik forduló, egyben a döntő is volt, és hát nagyjából mondhatjuk, hogy a Flex HD-ról szólt itt ez az utolsó megmérettetés. Hát mesélj, légy szíves, hogyan is sikerült, mennyire számítottál ilyen jó eredményre, mennyire voltál elégedett a tanítványaiddal? Először is köszönöm szépen a meghívást. Az Európa-bajnokság után került sor ugye a Magyar Kupa döntőre, illetve a Magyar Kupa negyedik fordulójára, ami egyben azért volt nagyon nagy ünnepség számunkra, mert az újonnan megalakult aerobik szakág vezetőség rendezésében, illetve hát úgy mondom, hogy az aerobik szakák 30 éves évfordulójának ünneplése is ezen a versenyen történt. A Flex HD 135 versenyzővel képviseltette magát ezen a versenyen. Nagyon készültünk erre a versenyre is, és az egész egyesület nagyon összefogottan dolgozott. A szombati napon, úgy emlékszem, nem is volt egy versenyszám sem, ahol nem mi álltunk volna a dobogó első vagy első három fokára. A vasárnapi napon a sporterobikos versenyszámokban a PSN ZRT és az Óbudai VDS-e, valamint a Nyíregyházi Spartakusz versenyzőivel azért osztozkodtunk már a dobogós helyezéseken. Megengedtétek nekik, hogy mások is nyerjenek. Igen, jók a versenyzők nagyon sok klubnál. Nagyon boldogok vagyunk. Igazából 2004-ben indították útjára ezt a vándorserleget, még a Budapesti Honvéd Sport Egyesület indította el, és 2005 óta mi megkaparítottuk, és hát egyelőre őrizzük. 2019-ben és 2020-ban nem került kihirdetésre ez a díj, hiszen nagy kevés egyesület tudott elindulni a járványhelyzet miatt a versenyeken, illetve nagyon sok versennyel is maradt. És akkor most az a díj, ami közelebb van hozzád, az ami a 16. alkalom, ugye? Hát nagyjából oda szokott már hozzátok a kupa, ez a másik, ez pedig? Ez pedig a legtöbb versenyzőt indító, 2021 évben a legtöbb versenyzőt indító egyesület címet is mi nyertük. Akkor ezek szerint a létszámmal nincsen probléma, és hát ez a 29 aranyérem, ez pedig egészen döbbenetes csak ezen a versenyen. Mennyi munka volt e mögött egyébként? Nyilván a Magyar Kupának is az utolsó állomása, gondolom ilyenkor mindenki az évtől szépen szeretne búcsúzni. Igazán miután lehetett már a verseny engedéllyel rendelkezőknek edzésre járni, onnantól kezdve folyamatosan készültünk, de nyilván a májusi időszaktól kezdve még nagyon óvatosan, mert hol lehetett, hol nem lehetett, tehát nagyon-nagyon képlékeny volt az egész. Onnantól pedig hát azért beosztva a napi délután 2-től este 8-ig terjedő időszakot, jöttek szépen a versenyzői csoportok dolgoztak, és közben beindítottuk az óvodás csoportot, illetve a kezdő kisiskolás csoportokat is, úgyhogy van munkánk bőségesen. Ezek szerint egyébként akkor az utánpótlás, a toborzás, a tényleg az újak bevonása az jól működik itt továbbra is a városban. Tudjuk ugye, hogy azért évtizedek óta nagyon fontos pillérei vagytok itt összességben a debreceni testmozgásnak, de akkor ez a jó tendencia, ez továbbra is kitart? Igen, nagyon sokan érdeklődnek, még a mai napig is folyamatosan érkeznek hozzánk, mind ovisok, mind iskolások. Mi befogadunk mindenkit, és utána nyilván a természetes szelektálódás az segít bennünket abban, hogy akit más sporták felé érdemes orientálni, akkor abban is segítünk nekik, de nagyon kevés a lemorzsolódásunk, úgyhogy egyre több régi versenyzőt vagy nagy versenyzőt vonunk be a munkába, hogy segítsenek nekünk. Hogy említetted, hogy ez a kupa, ez most már tényleg szerencsére egy nagyjából Debrecenbe szokott. Ez egyébként minden egyes évben a cél, hogy mondjuk, tehát ez mondjuk egy olyan cél, amit mindig kitűztök mondjuk január-február környékén, hogy azért jó lenne, hogyha ez a kupa ez továbbra is itt maradna. Tehát ez egy fontos cím itt az egyesület szempontjából? Én azt gondolom, hogy ez valamit jelez.
azért valamiféle munkát, minőséget jelez. Minden fordulónál más a célunk. Évelején ugye az a cél, hogy elkezdtük a versenyzést, na akkor mindenki csinálja meg a gyakorlatot, lássuk, hogy hol állunk, és akkor az évközben folyamatosan változik. Minden versenyzőnek célja, hogy bejusson a döntőbe, mert ugye ahhoz részt kell venni a versenyeken, és három forduló alapján be kell jutni majd a döntőbe, tehát ez motiváló a gyerekek számára. És hát nyilván jön ez a Magyar Kupa döntő, ami megszabja azt, hogy melyik egyesület az év egyesülete. Évközben mindig mondjuk, hogy magadért dolgozol, a társadért dolgozol, a válogatottért dolgozol, és most pedig az egyesületért dolgozol. Úgyhogy most mindenkinek az volt a dolga, hogy na, az egyesületért tett oda magad. És nagyon-nagyon cuki volt mindenki. Ha már így kiemeltél a válogatottat is, ugye azért hál' Istennek többször is megfordultatok nálunk itt ebben az évben. A bakui VB-ről is szép érmekkel tértetek haza, és itt a pezárói olaszországi EB-ről. Hogyha az egészet nézzük, az egész évet, mennyire voltál elégedett? Ugye voltak itt történelmi elsőségek is világ vagy európai eseményeken, és hát a debreceni versenyzők pedig rendszerint oroszlán részt vállaltak mindenféle nemzetközi sportágból. Én azt gondolom, hogy hát most nem akarom fényezni magunkat, nyugodtan. Nagyon elégedett vagyok. Elsősorban emberileg, tehát aki vállalta ezt a feladatot és végigcsinálta tisztességesen, az előtt megemelem a kalapom, mert azért ez nagyon kemény munka. Büszke vagyok rájuk, akik mai napig is sportolnak, hogy a tanulmányaik mellett, tehát akik egyetemen tanulnak, most végzi az orvosi egyetemet Szőlősi Panna, és észre sem vettük edzés munkájában, hogy ő most műtőből jött, vagy szigorlatról jött, vagy honnan jött. Mondhatnám Ökrös Jankát, ugye itt voltunk velük a múltkor a jogi egyetemen, a többiek is a debreceni egyetemen, a középiskolások, Kossuth gimnázium, Fazekas, Tóth Árpád, Adi, és nagyon jól teljesítenek az iskolákban is, és hát mondom a kisebbeket is, tehát azt gondolom, hogy emberileg is büszke vagyok rájuk a nehézségek leküzdésében, amit végig kellett nekik. A múltkor elég sokat beszéltem a sérülésről, egyebekről, meg hát mentálisan is nagyon sokat küzdünk, hogy mindenki megfeleljen nem csak emberileg, fizikailag, hanem minden tekintetben a feladatnak, és ezért azt tapasztalom, hogy szívesen dolgoznak velünk, számítanak ránk, meg hát akinek ott van a helye, az legyen ott a válogatottban. És hát ha már itt ugye kiemelted ezeket a szép sikereket, ugye tudjuk, hogy jövőre is egy óriási, a legnagyobb világverseny vár rátok. Itt ugye a világjátékokról beszélek, amelyet majd az Egyesült Államokban rendeznek. Ezek, ugye láttuk ezt az évet, hogy ez egy jól sikerült év volt. Jó úton jártok, tehát így a felkészülés szempontjából, itt a világjátékok szempontjából úgy látod, hogy tényleg minden a megfelelő rendben halad, és mire odaérkeztek, csúcsformában lesz akár a válogatott, akár pedig a Flex HD versenyzői. Én azt gondolom, hogy ha nem változna semmi, akkor azt mondom, hogy igen, nagyon szépen jó úton haladunk, csak ugye vannak az olimpiai ciklusok minden sportág életében, így nálunk is, és most jön jövő évtől, megváltoznak teljesen a szabályok. Tehát azok a szabályok, amelyekkel mi versenyeztünk a világbajnokságon, és kijutottunk sok versenyszámban a világjátékokra, na most azokat a versenyszámokat teljesen át kell alakítani az új szabályokhoz, na ez lesz nagyon kemény munka most az elkövetkezendő hónapokban, hogy majd Amerikában a világjátékokon azért tisztességgel helytálljon a csapat. Tehát ez még egy nagyon kemény időszak lesz a válogatott, meg mindenki számára, hiszen mindenkinek alkalmazkodni kell a változásokhoz. Hogyha ebből a szempontból tekintjük, hogy akkor úgymond mindenki egy új dologban fog majd részt venni, tényleg tiszta lappal, ha lehet így fogalmazni, indul, akkor ez akár jól is elsülhet így a magyar csapat számára? Hát ha jól alkalmazkodunk a szabályokhoz, és jól fel tudunk készülni, és nem lesz semmiféle közbeeső tényező. Én azt gondolom, hogy a magyar felnőtt válogatott világszintű, tehát ez elsülhet. Na most minden pontozásos sportágban elég egy botlás, egy megbotlás, egy elcsúszás, egy szinkron hiba ahhoz, hogy már is másképp alakuljon, mint terveztük. Tehát azon leszünk, hogy jól alkalmazkodjunk a szabályokhoz, jól felkészüljünk, és a versenyen jól teljesítsünk.
És ahogyha a Flex HD-t tekintjük, akkor a következő 17. ilyen összetett kupa is a cél lehet, így ha most egy rövid zárszóként akár a jövő évi terveket, ha vázolnád, akkor hogyan csaptok majd neki itt a következő évhez? Hát ugye fel van rakva az a bizonyos mérce jó magasra. Igen, fel van rakva a mérce. Hát nagy izgalommal nézünk a feladatok elé, mert azért van 135 versenyzőnk meg, aki még ehhez hozzájön a jövőjébe, és ennek mind az összes versenyzőnek az új szabályok szerint kell a gyakorlatát átvariálni, tehát most azt mondom, hogy inkább a stressz nyom össze bennünket, hogy hogyan fogjuk ezt majd teljesíteni, de igyekszünk, mint eddig. Hát akkor kívánom azt, hogy ez így össze is jöjjön, és hát minél többször találkozzunk, akár itt a stúdióban is a különböző szép eredmények kapcsán, és köszönöm, hogy itt voltál most velünk. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, találkozzunk a jövő héten is a viszontlátásra.